Az együttműködések úgy jöttek létre, hogy az érintett cégek keresték meg konkrét igényeikkel az egyetemet. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes elmondta. Ez 2 éves tudatos előkészítő munka eredménye. Közös kutatási program indul például a PIK-kel a húsfüstölés területén, vagy gyógyszerterápiás központ jön létre a Szolvó támogatásával. A legnagyobb partnerek a gyógyszergyárak. Az egész gyógyszergyárral minden 5,5 milliárd forintos együttműködés, nyilván gyógyszertechnológiai, gyógyszeripari együttműködésekről van szó. A következő ilyen nagyipari partnerünk a Richter, akivel úgy szintén gyógyszeripari kutatásokat fogunk végezni, elsősorban gyógynövény, orientációjú, illetve egyéb ilyen biológiai természetű anyagok kutatása, fejlesztése a témánk. Szabó Gábor rektor, aki egyben a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is, arról beszélt, különösen örül neki, hogy a nagyok mellett sok közepes magyar vállalattal nyertek közös pályázatot. Ez az a szektor, amiről évek óta mondjuk, hogy a K+F intenzitást növelni kell, az innovációs intenzitást növelni kell. Nagyon fontos, hogy ezek a vállalatok részesüljenek ilyenfajta támogatásból, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeken a projekteken keresztül ők hozzáférnek az egyetemen meglevő kutatásfejlesztési kapacitáshoz. Erre a vállalatok egy részénél nem tudnának saját alkalmazottat foglalkoztatni. A program a vállalkozásoknak új, innovatívabb technológiákat jelent, amelyel növelhetik profitjukat. Az egyetemnek pedig finanszírozást biztosít kutatási témákhoz.